Az Info TV stábja az oromi helyi közösségbe látogatott, ahol Lékó Róbert helyi közösség elnököt kérdeztük a tavalyi év eredményeiről, valamint a 2018-as tervekről. Az idén mindegy 13 millió dinára számítunk, hogy annyi lesz a költségvetésünk. A legnagyobb programunk szintén szeretnénk folytatni a tavaly elkezdett aszfaltozásokat, tehát itt a Oromon, a Bartók Béla utcának egy részét mindegy 500 méteren távolságon szeretnénk kiaszfaltozni, azon felül a temetőnkön szeretnénk elvégezni a felújítási munkálatokat, itt gondolok a tetőcserére, valamint a malterozásra és az épületnek a festésére. Szeretnénk még járdákat is javítani az idén, ezt úgy képzeltük el, hogy mi biztosítanánk a polgáraink részére a szükséges anyagot és a szakembereket és a polgárokat. Szeretnénk, hogyha ők is részt vennének ezeknek a munkálatoknak a lebonyolításában. Azon felül pedig most kaptunk december vége felé tartományi pályázati eszközöket a tájházunknak, a vizesgócának a befejezésére. Itt megvásároltuk a szükséges dolgokat, és gondolom március vége felé az épületet is át tudjuk adni a rendeltetésre. Ez körülbelül olyan 2 éves időszak, mire eljutottunk odáig, hogy be tudjuk fejezni. Természetesen a legnagyobb eredmény, ami a tavalyi évben volt, hogy a határon átnyúló magyarország-szerbiai Interreg IPA pályázaton mindegy 100 000 eurót kaptunk. Ennek a tervezése és tulajdonképpen a munkálatok megkezdése várnak ránk mostan. Napokban írjuk alá a szerződéseket, és itt is szeretnénk, mire a augusztus 16-án megkezdődő Malom Fesztiválra már a tervezett épületeket is hát használni tudják majd az ide látogatók. Ezen felül szintén hát továbbra is folytatni szeretnénk az egyesületeknek a támogatását. Szociális programunk is működik, tehát az újszülötteknek is a temetési költségeknek a biztosítása a polgáraink részére, és úgy gondolom, hogy ha ezt tudni tartjuk, akkor szintén egy sikeres év lesz ez a 2018-as is. Hát az idén Újfaluban szintén szeretnénk folytatni, ha az idő megengedi a fásítási programunkat. Itten mintegy 1000 facsemetét várunk a napokban. A Völgyesen pedig szeretnénk a szükséges javításokat elvégezni a kultúrotthonon és annak a környékén. Tulajdonképpen erősebb, nagyobb programok ottan nincsenek, hiszen talán ott ebbe a két településen is a legjobban érezhető a lakosságnak a csökkenése. Azt nézzük, Újfaluban alig vannak mindegy 100-an a Völgyesen, a Tanyákkal együtt 300 körül, tehát sajnos oda nagyobb investíciókat nem tudunk biztosítani. Manapság nagy problémát jelent az elvándorlás, valamint, hogy kevés gyermek születik. 2-szer annyi ember hal meg, mint amennyi világra jön. Sajnos ez a tendencia Oromra is érvényes. Sajnos a lakosság elvándorlása még mindig folytatódik. Az elmúlt évben 12 újszülöttünk volt, 26 polgárunk halt meg. Hát egy talán ami biztatóbb, mint egy 7 család, fiatalházas család jutott most házhoz a Prosperity és a szerbiai vajdasági pályázatok útján, és hát a pontos adatokról arról nincs még számaink, de úgy lássuk, hogy ez a folyamat sajnos folytatódik.
Az Info TV stábja Martonosra is ellátogatott, ahol Horváth Gergellyel, a helyi közösség elnökével tekintettünk vissza az elmúlt esztendőre, számba véve a 2018-as kilátásokat is. 2016-os év decemberében újra ki lett Martonos területén szavazva a helyi járulék, mivel hogy a helyi járulékot a tanács léje vett, hogy kell a polgárok enyhítsünk a kiadásaink, tehát az állandó munka viszonyban lévő munkásokat, akik be vannak jelentve, vannak 2,5%-ra lecsökkentettük 3-ról. A földműveseknek a 40 kg búzát levettük 35 kg-ra. Ez a bevételi forrásokon is meglátszik a bevételi forrásainkon az is az összegen, hogy rengetegen eltávoztak külföldre, és azok után semmiféle járulék nem fut be a faluba. Tehát a helyi járulékunk, mink előre láttunk akkor 5 millió dinárt az előző évekhöz kapcsolatban terveztünk, de mivel hogy rengetegen elmentek külföldre, így nem éri el a 3 millió dinárt. Tehát a 3 millió, ennyi a pénzforrás, ami a helyi közösségnek a bevétele, ehhez a községi vezetéség ígért minden egyes beruházási, tehát az azt jelenti, hogy minden egyes beruház infrastruktúrára, tehát épületek karbantartásra, utcák kövezésére vagy aszfaltozására még hozzátesz egy-egy dinár, de mint helyi közösség, tehát az, ami elmegy másfelé a pénz, tehát hogy fenntartsuk a helyi közösség működőképes, arra a község elvál, abba is beszáll, megfelelő százalékban. Tehát, mint ahogy az előbb is említettem, tavaly előtti év folyamán volt a legjobb, mert ugye 650 métert aszfaltoztunk, hogy a polgárok tudják. A 650 méter kiaszfaltozott, az 5 millió dinárba került, tehát az egész évi büdzsénk majdnem elment arra. Tavaly évben, amit beruházást csináltunk, az a Kishomoki, meg gyűjtögettük a pénzt, tehát hogy az idén elbírjuk kezdeni a helyi közösségnek az épületének a külső homlokzatának a javítását, újratatorozását, mert a belseje már készül, a 3 évvel ezelőtt megcsináltuk. Tehát erre a helyi közösség tanács előre látott 4 millió dinárt. 4 millió dinárt láttunk erre ezőre, kisebb belső munkálatokra. Akkor 400 ezer dinárba láttunk elő anyag megvételre, ami még a munkadíjat nem határozza meg, tehát még az nincs benne, tehát ilyen járdák javítása, átereszek javítására 400 ezer dinárt. Már második évben vettünk a Vojpúttól tehát a vajdasági utaktól ilyen föltépett aszfaltot, és a föltépett aszfalt, tehát eddig még mindig bérmentve ingyenen kaptuk el, egyedül az adót kellett utána kifizetni, és a fuardit, tehát itt is megemlíteném, a 130 köbméter aszfaltnak a fuhardíja 180 ezer dinár volt, amit ki kellett a helyi közösségnek fizetni, és az adó pedig 20 ezer dinár utána. Tehát tavaly évben köszönhessük a Telek József cégnek, tehát a Telek paprikának és a ZZ paprikának, a földműves szövetkezetnek, hogy ott a gépeket is bedolgozták a temetőnél lévő aszfalt mellé, hogy ottan, mivel hogy nagy a forgalom, az meg lett szélesítve. Megpróbálnánk folytatni, ha pénz összejön rá, csak mivel hogy említettem, nézzük a megfelelő vállalkozót, és hogy kiválasszuk azt, mert ugye tudjuk a beruházási törvényekben, tehát 400 ezer dinárig költhet a helyi közösség saját magától, tehát 400 ezer dináron fölül pedig községnek kell költeni. Tehát ezek a gondok, amit a törvény fogja a helyi közösségeket, de a községi vezetőségével jóban vagyunk. Tehát az idénre még előre láttuk a főutcának a további aszfaltozása, a meglévő rész, tehát kaptunk egy horribis összeget, ami megjelent a községi beruházási tervben, ami 85 millió dinárba kerülne,
Tehát egy hatalmas összeget kaptunk, mert és rákérdeztem, hogy mik ezek a nagy összegek, tehát itt 7 vagy 8 fajta gép van, ami mind speciális gép, és ennek őrült nagy az órabérje. Nem mondjam még plusz az aszfaltot, mire ide hozzák az aszfalt keverőkbe, tehát meg a fuhardíj, meg a többi. Algyőtű, amit még a múlt év folyamán kaptunk 1 millió dinár forint értékbe támogatást, ami céleszköz, hogy kihangsúlyozzam, céleszköz, ami meg, tehát azt az iskolába egy ilyen nagy fölbontású, tehát egy nagy képernyőket veszünk, amivel az oktatást egy kicsit javítjuk, meg a Tito Marshall utcára, ami van, meg lett véve telek, ezelőtt egy 3 évvel, és annak a kerítésnek a felrakása, hogy az iskolába. Tehát ezt máshova nem bírjuk elkölteni azt a pénzt. Tehát még egyszer kihangsúlyozom, 1 millió forint dinár értékben, ami a Nemzeti Bankba bejött, és azt a helyi közösség. Tehát a mai nap folyamán elindultunk keresni a nagyképernyőket, tehát 4 darab nagyképernyő, meg a többit pedig az utcára fogjuk, meg ha marad még belőle pénz, akkor ilyen szemléltető eszközöket, ami az iskolába fogják használni. Említette, hogy több lakos kivándorolt Martonosról. A helyi közösségnek hány lakosról van tudomása, és jelenleg mi a létszám a faluban? Hát az utolsó népszámlálás alapján Martonosnak, hogy 2300-400 lakosa kellene, hogy legyen, de én ahogy tudom, hogy számadatot nem tudunk, de ahogy gondolom, hogy fele elment a fiataloknak, jó, tehát tudjuk, azok az emberek után ide, mint helyi járulékot abszolút nem fizetnek, tehát elég sajnos, és akkor ez a falu egy kicsit hanyatlásnak indult. Megpróbálnánk valahogy itten, de mint helyi közösség tanácsa, tehát mink nem bírunk szólni, tehát munkahelyeket mi nem bírunk nyitni, esetleg feltételeket adni. A vállalkozókat hallom, hogy küszködnek a munkaerővel is, próbálnak most már árakat emelgetni, de szerintem az addig nem fog... Ez a tendenció megszűnni, addig még ott kint a 6 több lesz, mint az 5 itt, mert hogy itt az 5 egyszer több lesz itt ebbe az országban, vagy ezen a területen, akkor remélem itt marad mindenki, mert azért csak a szülőföldje. Nem mindennapi foglalkozással várták a Dobóti Hamér képtárban január 8-án és 9-én a gyermekeket. Itt a Dobóti Hamér képtárban úgy gondoltuk, hogy minél egyszerűbb és minél kézenfoghatóbb kézműves foglalkozást szeretnénk az idén készíteni, ezért esett választásunk a kavicsra. A kavics egy olyan hétköznapi dolog, ami mellett nagyon-nagyon könnyen el tudunk menni az úton, de viszont, hogyha a gyerekek megszokják azt, hogy egy picit lefelé is nézzenek, és szétfelé is, akkor biztosan mindenki talál olyan nyersanyagot, amiből nagyon szép dolgot lehet készíteni. Mind a mellett itt csoportosan arról is van szó, hogy közösen dolgozni jó. Így esett választásunk erre a fajta kézműves foglalkozásra. Honnan érkeztek a gyermekek? A gyerekek általános iskolások, többnyire Kanizsáról érkeztek. Esetleg a téli szünet alatt lesz-e még más program, amit a képtárban lesz gyermekek számára? Mivel úgy tudtuk, hogy a téli szünet a mai nappal befejeződik, tehát ez a téli szünet utolsó 2 napjára terveztük ezt a foglalkozást, a szerencsénkre és a gyerekek szerencséjére is hosszabb a téli szünet, úgyhogy azt pihenéssel tudják tölteni, mivel 9-ére zártuk a szünetet. És az idősebbek részére milyen kiállítással készülnek a közeljövőben, esetleg erről ha tudhatunk meg valamit? Az idősebbek részére a februárra készülünk, de még nem igazán döntöttük el, hogy kinek a tárlata lesz látható. Márciusban sem tudjuk még pontosan, úgyhogy ez a későbbiekben fog eldőlni. És a képtár az mi alapján választja ki, hogy ki érdemes arra, hogy kinek a képeit mutassák be? Nagy részt az aktuális témával kapcsolatos képeket szoktuk kiállítani, úgyhogy március közelettével márciusra
illő dolgok lesznek biztosan kiállítva, és akkor aztán az ünnepeket is figyelembe vesszük, megemlékezéseket is. Mit gondoltátok úgy, hogy eljöttek erre a kavics festéseidre a Dobóti Amir képtárba? Hát, hogy festünk itt kavicsokat, körlien szép kavicsokat mintázni, az ecsettel keverni színeket, és így tovább, hogy kör katicákat festeni, madarakat is lehet a kőre festeni. Jóskán voltak ilyen kicsi fák, és voltak ilyen ágok, amelyikre voltak ilyen kicsi pöttyök, és azt így bele lehetett ragasztani, és festettünk köveket, valamelyiket ilyen bronzra festettük, meg aranyra. Te az előtt festettél már kőre? Igen, már tegnap is festettünk. És te miket szeretsz kőre festeni? Hát én festettem ilyen csíkokat, pöttyöket, katicabogarat, ilyen focilabdát. Szerintem ez jó dolog, hogy vannak ilyen foglalkozások télen, mert nem unatkozunk otthon. Hát én egy pillangót, csak kicsit összefolytak a színek, de látszódik, hogy mi az rajta. Mi a pillangót választottad? Hát, mivel nagy a kő, ráfér egy pillangó, meg megkívántam a pillangót, hogy most ráfestem. És milyen színű lett? Hát sokfajta, rózsaszín, ilyen csillogós, zöld, kék, sárga. És te is úgy gondoltad, hogy a színidőt jó elütni itt a Dobóti Amir képtárba egy kis kavics festéssel? Igen. Miért választottad ezt a virágmintát? Azért, mert nekem nem fért rá a pillangó, és úgy gondoltam, mert szeretem a virágokat, és rajzolok rá egy virágot, és hogy esik az eső. Az idei évben először Magyar Kanizsa községben Martonoson szervezte meg a helyi Vöröskereszt és a Szabadkai Transzfúziós Szolgálat az önkéntes véradási akciót. Sok önkéntes polgár bizonyította, hogy humánus és szeretne másokon is segíteni a véradási akció keretein belül. Losonc Ferenci Mónika a családjára gondol minden véradás alkalmával. Minden évben szoktunk jönni, mint háromszor, ha bírok. És egyrészt azért, mert a gyerekeim véget, hogyha a lányomnak ritka vércsoportú a vére, és akkor ilyen humanitárius módon, hogy ne adj Isten, hogyha véletlenül valakinek szüksége lenne rá, akkor ezzel is tudok segíteni. Így a gyerekeim szempontjából, hogy őnekik is egy kicsit azért biztosítom, hogy ha véletlen valami problémájuk lesz, akkor ezért. De legfőképp az, hogy segíteni az embereken. Mit gondol, miért fontosak az ilyen akciók? Azért, mert most már egyre ritkábban az emberek nem hajlandóak úgy segíteni a másikon, szerintem, mind ahogy azelőtt. Mondjuk itt is ugye kevesebben vagyunk már, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt a véradósok. Nem foglalkoznak az emberek egymással, és ezt kellene egy kicsikét komolyabban venni, mert nem sokan törődnek most már a másik személlyel. Miért döntöttél úgy, hogy részt veszel a véradási akción, és milyen sűrűn szoktál járni? Hát évente legalább 3 szót szoktam adni vért, minimum. Miért döntöttél úgy, hogy eljössz? Hát én úgy gondolom, hogy ha segítek valakinek, akkor egyszer engemet is majd valaki meg fog segíteni. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt minden véradást próbál családias, hangulatos környezetben megszervezni, és a véradás mellett ingyenes vércukorszintmérést is végeznek az önkénteseken. A 18-as évre összesen 32 terepi véradási akciót szerveztünk a Szabadkai Vérátömlesztő állomással. A kanizsai emberek jó véradók. A tavalyi évben is sikerült körülbelül az a 4%-os eredményt elérnünk, ami a véradásokat illeti. Tehát az országos élvonalban vagyunk, és reméljük, hogy maradunk is ez. Ön szerint miért fontosak az ilyen véradási akciók?
Igyekszünk arra közösen a transzfúzió állomásokkal, hogy a betegeket várja a vér. Tehát, hogy véletlenül se forduljon elő az, hogy a sérültek, betegek beérkeznek, és nincs vér. Tehát egy folyamatos, rendszeres munkára van szükség ahhoz, hogy a megfelelő vérkészítmények ott legyenek, és várják a betegeket, a sérülteket. Hogyan lehetne ösztönözni a polgárokat, hogy minél többször adjanak vért? Vöröskereszt igyekszik egész év folyamán kedvében járni a véradóknak. Ezen az akción is most éppen vércukorszintet mérünk. Tehát az év elején a véradóknak, akik megjelennek az akciókon, vércukorszintmérést biztosítunk. Nőnapkor a női véradóinkat köszöntjük egy üdvözlőlappal, nyáron kirándulásra hívjuk őket. Tavalyi folyamán sikerült községi rendezvényekre belépőket biztosítanunk fiataloknak. Valamint a véradók gyerekeinek osztottunk ki december folyamán 110 télapó csomagot. Tehát mindezzel igyekszünk egy családi, hangulatos alkalommá tenni a véradást. A legközelebbi önkéntes véradás a községben február 5-én lesz Oromon és Tótfalun, ahol minden 18 és 65 év közötti személy adhat vért, aki nem szenved fertőző betegségben. A férfiak évente 5-ször, míg a nők évente 3-szor vehetnek részt a humanitárius akción. A Magyar Kanizsai Ifjúsági Otthonban, ahol már egy ideje program a programot éri, ismét egy érdekes foglalkozásra gyűltek össze a fiatalok. A műhely munka egyik témája a fotózás, videózás és a multimédiás eszközök használata volt. Megismerték a fényképezés különböző technikáit, módszereit. Az elméleti áttekintés után fotótúrára indultak a diákok a városba. Az előadók mind-mind Magyar Kanizsai községbeli egyetemisták voltak, Apró Alexandra, Kávai Konrád és Muhi Kristóf, akik a csoportonként 30-30 fővel igazi pedagógiai érzéküket megcsillogtatva dolgoztak együtt a tanulókkal. Ezt még jó pár hónapja ősszel gondoltunk, hogy valami ilyesmit kéne szervezni. A helyszín pedig a Magyar Kanizsai Ifjúsági Iroda, és ők pedig nagyon szívesen felajánlották, hogy ilyen rendezvényt szervezzünk. A rendezvény kettő felé oszlik, egy informatikai workshop, illetve egy multimédiás workshop. A kettőnek a fölépítése nagyon hasonló olyan szinten, hogy a kezdetektől, az alapoktól haladunk kicsit följebb, és mind a kettő workshop teljesen interaktív, ami azt jelenti, hogy ezek nem előadások, nem egyetemi előadások lesznek, hanem azért van ez a sok szék asztal, hogy mindenki velünk együtt tudja csinálni, és amikor hazamegy, akkor lesz olyan kész projekt, amit be tud mutatni. A mai legnagyobb projektünk az egy kiterjesztett valóságos alkalmazás készítése lesz. Ezt úgy kell elképzelni, mint a Pokémon Go-t, ezt biztos sokan ismerik, hogy a telefonunknak a kamerájából látjuk a való világot, és van meg fog jelenni nekünk valamilyen háromdimenziós modell. Például egy asztal, vagy bármilyenféle autó, amit csak akarunk. És ezt a kezdetektől fel fogjuk építeni, és aztán hazamennek, akkor tudnak magyarra játszani. A másik műhely munka a mai informatika feltörekvő technológiáival foglalkozott, emellett pedig betekintést nyerhettek a Microsoft felhő szolgáltatásaiba, ahol képet elemeztek mesterséges intelligencia segítségével, tárgyakat, érzelmeket ismertettek fel. Fogunk készíteni Google Cardboardot, ilyen low budget, tehát olcsó megoldással, ami igazából ilyen 3 dinárba jön ki összvisz. Utána pedig be fogjuk mutatni, hogy tudunk létrehozni egy ilyen virtuális valóságot, hogyan tudunk egy modellezni ebben, hogyan tudjuk ezt az egészet összerakni, és hogyan tudjuk ezt egy igazi vizuális élménnyé alakítani. Ez egy rendkívüli alkalom, és hogy egy olyan lehetőség, amit a fiataloknak tényleg nem éri meg kihagyni. A téma az nagyon aktuális, és ugye két szálon is fut, aki jobban inkább a multimédiában jártas és az érdekli, az abban is részt tud venni, viszont aki inkább az ilyen kódolós, számítógép előtt ülős fajta, ő is meg tudja beletekinthet abba a világba, hogy is épül ez az egész össze, és hogy tud ő maga létrehozni magának egy ilyen dolgot. Szerintem nagyon fontos az, hogy a végén a gyerekek egy kézzel fogható termékkel tudnak majd elmenni, amit meg tudnak otthon mutatni a szülőknek, az iskolába el tudnak vele dicsekedni, és úgy érzem, hogy ez egy fontos alapköve a programunknak.
a délután 14:30-kor kezdődő műhely munkát a kötetlen, de mégis magas színvonalú tanulás jellemezte, ahol a diákok bátran kérdezhették a hozzájuk korban közel álló előadókat, így még közvetlenebbé, nyitottabbá és oldottabbá vált a hangulat, közben pedig mindannyian igazán sokat tanulhattak anélkül, hogy azt kényszernek érezték volna. Tehát a program egy rövid bevezetővel fog kezdődni, de ez csak egy ilyen 15-20 perces, mivel mindjárt lemegy a nap, ezért nem lesz lehetőségünk a későbbiekben fotózni, és ez a 15 perc után kimegyünk fotózni, és hát nem tudom, most egy fél órát leszünk kint fotózni, és utána az egészet úgy próbáltam felépíteni, hogy a gyerekek, amit készítettek fotókat, azokat fogom elemezni, és azokat fogom később retusálni, újra színezni, és tehát minden folyamatot végigmegyek azokon a képeken, amiket ők csináltak. Tehát el fogom mondani azt, hogy mit kell javítani, hogy lehetett volna jobb, és így próbálom őket bevonni a munkába, tehát hogy ne csak egy elméleti szintű oktatást kapjanak, mert az gyakorlatilag bárhol meg tudják kapni, hanem az ő saját képüket fogom elemezni és megmondani azt, hogy hogy tudja javítani, vagy mit tud javítani rajta. Az ingyenes képzést, mely valódi tartalommal bírt és mindenképp hasznos elfoglaltságnak bizonyult, a Microsoft Magyarország, a Neumann János Egyetem, a Nők a Tudományban Egyesület, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, a Skyline Computer Kft. És az Andrews Engineering támogatta. A Bolero Táncklub idén is megszervezte a tánciskolát a 8-os tanulók számára, amely évek óta töretlen sikernek örvend a fiatalok körében. Én 1978 óta ebbe a terembe táncoltam, akkor tanultam meg táncolni, és hát utána a tánc szeretete azt hozta, hogy aztán én ebben komolyabban kezdtem el foglalkozni, és 1985 óta én már tánciskolákat tartok. Hagyományosan minden télen a tánciskolások a 8. osztályos végzős ugye, generáció, és hát talán reméljük és bízunk benne, hogy a továbbiakban is a következő években is ezt tovább tudjuk folytatni. Tehát megmutatkozott, hogy erre volt igény, de mégis ön hogy látja ma, hogy tudnak a fiatalok ebből a virtuális világból kiszabadulva, barátságot kötni, esetleg barátkozni? Ez mennyire más mondjuk, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt? Igen, ez egy jó kérdés és egy jó megközelítés a dolognak, mert ugye abban az időben, ugye most 33 évvel ezelőttről beszélünk, akkor még nem voltak mobiltelefonok, nem volt kompjúter, meg mi egymás, akkor sokkal nagyobb társadalmi életet éltek ezek a fiatalok. A mai fiataloknak ez egy érdekes momentum az életükben, egy ilyen váltó momentum, mivel most van először, hogy párba fiú-lány fölállnak táncolni, itt kezdenek el jobban beszélgetni talán egymással, itt olyan kommunikációk is kialakulnak, amit eddig az iskolába talán nem is folytattak, és hát én szerintem egy nagyon jó szocializálódási folyamat ez az ő életükben, és minden tekintetben egy pozitív dolog. Beszéljünk egy picit a táncokról, a táncoktatásról. Jelenleg hol tart most a tánciskola, és milyen táncokat tanultak, és miket tanulnak még majd a közeljövőben? Igen, hát a tánc oktatásnak van egy programja. Mindig úgy néztük, hogy ami fontos az, hogy a köreinkbe használt táncokat, azt mindenféleképpen megtanulják a fiatalok valamilyen szinten. Tehát ha az alapszintről is beszélünk, az egy nagyon fontos, ugyanis az a lényeg az egésznek, hogyha ez a fiatalok kikerülnek az életbe, elmennek bálakba, lakodalmakba, közhelyeken, elkerülnek az élet és a világon minden tájékára, tényleg Kanadától egészen Dél-Afrikáig, akkor ott hely tudjanak állni egy bizonyos szinten, ha táncról van szó. A táncokat azt ugye föl lehet osztani nagy csoportokra, így hát mink legnagyobb súlyt ugye mindig talán a világtáncokra, a standard táncokra fektetjük, azokat, amelyet a világ táncolja minden tájékán, de viszont mellette ott vannak a latin-amerikai táncok, egyre nagyobb teret hódítanak, most nagyon populáris táncok, és hát sorba veszik a néptáncokat, és vannak olyan slágertáncok, amelyek ezeken a területeken alakultak, és hát időnként az ember előveszi, és jó kedvel táncol rá, és jó szórakozik rá.
És mi a tapasztalat? Megtanulják a táncokat? Tovább tudnak esetleg tanulni? Részt tudnak venni további tánc oktatáson, vagy hogy fejleszik még jobban a tánctudásukat? Az alap táncoktatás, amit itt elérnek és kapnak, az annyira elegendő, hogy ők helyt tudjanak állni, tehát ilyen közhelyeken, lakodalmakban, állakban és más rendezvényeken. Viszont, hogyha tovább akar valaki tanulni, arra mindig megvannak a lehetőségek. Hát sajnos itt Kanizsán már nem igazán, de vannak olyan nagyobb városok, ahol vannak komolyabb táncoktatások, és vannak tanfolyamok. Újvidéken például, talán Szabadkán, Pesten, Budapesten, Belgrádban. Tehát mindenféleképpen lehet folytatni ezt a tevékenységet, aki komolyabban. És persze, hogy mindig, minden generációból szinte volt olyan, aki ezt a pályát választotta is. És hát javarészt Magyarországon, de a táncból tud ma élni, és ennek a szeretete tudta őt az életbe helyrehozni, és megtalálni a helyét a világban. És jelenleg most hány tánciskolás van? Hát nagy örömünkre az idei generáció is elég szép számú. Hát majd 90 tánciskolás kezdőről beszélünk. Vannak egy-kettő, akik hát hébe-hóba nem is jönnek, meg nagyon nehezen lehet rávenni őket, de minden generációban van ilyen, és ezt el kell fogadni, hogy igazából táncolni se nem mindenki fog még szeretni, és nem igazán tudja elsajátítani. Úgy mond az, hogy ő most kedvel annyira fölkelni és táncolni, de az ilyen nagy többsége, 90%-a kedvel csinálja, és szeretettel jönnek, és jól érzik magukat a fiatalok. A fiatalok nagy odaadással tanulgatják az új tánclépéseket, a számukra új stílusokat, kinek a standard táncok, kinek a latin táncok felelnek meg jobban. Milyen reményekkel vágsz neki? Hát remélem, hogy legalább az első 10-ben benne leszek vizsgabálon, de egyébként azért jöttem, mert szeretném megtanulni táncolni. És hogy érzed eddig, hogy mennek a táncok? Mi az, amit megtanultál? Én úgy érzem, hogy nagyon jól mennek. A kedvencem a keringő, talán az megy a legjobban, de a foxtrot is jól sikerül, és a bécsi keringőt is nagyon szeretem. Az előtt táncoltál esetleg? Igen, néptáncolok is, illetve diszkotáncolok, de ilyen táncokban is próbálkoztam már. Mi a legnehezebb az ilyen páros táncokban, szerinted? Az, hogy itt ketten vagyunk, és össze kell hangolni egymást, és ha nem együtt lépünk, akkor katasztrófa a vége, tehát, hogy egymásra kell figyelni, és egymással kell táncolni. Amiket tanultam, eddig jól megy, muszáj kellett jönnöm, hogy megtanulni táncolni. Hogy érzed, ezt hasznosíthatod majd a későbbiekbe? Igen, hasznosulhatom. Miként esetleg? Hát lakodalmakba táncolni, meg ilyen helyeken. Mit tanultál meg eddig a tánciskolában? Hát mindenfélét, lassúbbakat, gyorsabbakat, a latin táncokat még csak most kezdjük, de a csoportos táncokat is tudjuk már úgy nagyjából. És hogy érzed, hogy megy a tanultakhoz képest, ezt hogy érzed? Hát nem vagyok egy profi táncos, ugye inkább a néptáncosok táncolnak jól, én meg úgy táncolok csak, nem jól, de elmegy. U mesnoj zajednici Orom u prošloj godini su uglavnom ostvarili sve što je planirano od asfaltiranja ulica do održavanja svih manifestacija. U mesnoj zajednici ove godine očekuju da će za delatnost i realizaciju programa imati na raspolaganju 13 miliona dinara, a povrh toga najznačajnije ulaganje biće u kompleksu vetrenjače zahvaljujući sredstvima iz IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija u iznosu od oko 100.000 evra. One planove koji smo izmislili na početku godine, to uglavnom smo sve ostvarili. Najznačajnije je da smo imali priliku da asfaltiramo i neke ulice u dužini od oko 700 metara i održali smo sve manifestacije koje smo imali u planu. To godišnje nam izlaze oko 20 raznih manifestacija na nivou mesne zajednice. Pokrenuli smo radove na
popravki na sanaciji zgrade mrtvačnice. Sad je u toku baš nabavka jednog autobuskog stajališta ovdje u centru, za koji dan ćemo i to postaviti. Onda imali smo ono što je najznačajnije, nije da smo imali jedan uspješan konkurs međugranični između Mađarske i Srbije, Interreg IPA. Na tom smo dobili oko 100.000 evra. Toku je izrada planova i potpisivanje ugovora i verovatno za koji mjesec počet ćemo i da te pare da trošimo. Ono što se radi u objektima, tamo ćemo izraditi dva sanitarnog čvora. Onda ćemo imati priliku da finansiramo i ovaj peti mlinski festival, nabavku ozvučenja, ograde i tako redom, i vjerojatno za početak mlinskog festivala koji će biti 16. augusta ove godine te objekte možemo i da napravimo. Pored tih aktivnosti od sredstava IPA projekta, iz samodoprinosa i sredstava iz budžeta opštine, šta je tu predviđeno da se uradi? Mi planiramo za ovu godinu da ćemo imati oko 13 miliona dinara na raspolaganju. Najznačajniji je da želimo da nastavimo asfaltiranje naših ulica. Sad je u planu deo ulice Bartog Bela. To smo rešili imovinske pravne odnose. Sad je u toku izgradnja, odnosno pravljenje planova za izgradnju, i to će biti najznačajnije. Ono što želimo još da završimo tu investiciju u vezi groblja, to imat ćemo u dve faze: popravka, zamjena krova, pa onda materisanje, farbanje objekta. Isto planiramo da trošimo i sredstava iz mesnog samodoprinosa za popravku trotoara. Tako smo zamislili da ćemo nabaviti i materijal, a sami građani, zainteresovani građani će to uz našu pomoć da izvrše betoniranje potrebnih delova. Ono što je još u planu, da ćemo nastaviti, odnosno ćemo završit ćemo sanitarni objekat u etnoj kući. Iz prošle godine smo dobili oko 300.000 dinara iz pokrajine, to je za unutrašnju opremu. Sad nam ostaje samo da unutrašnji deo materišemo, postavimo pločice i bit će to gotovo verovatno do kraja marta. U dolinama, u Novom Selu, da li se tamo nešto planira? Sad imamo obećanja da ćemo dobiti još 1000 sadnica za Novo Selo. To ćemo, ako vremenski uslovi dozvoljavaju, organizovat ćemo tamo jednu radnu akciju, a za doline posebno ništa nije predviđeno, nego samo potrebne popravke na objektu kulturnog društva Zlatnog Kalasija. Znamo da je prethodnih godina dosta ljudi otišlo iz Oroma i okolnih mesta. Kakva je demografska slika, da li se taj trend nastavlja i imali prinova ili bilo prinova u prošloj godini u Oromu? Taj trend se nažalost nastavlja, ljudi odlaze. Ono što je primjećeno da neki ostaju, neki ovdje žele da osnuju porodicu na osnovu raznih konkursa iz Vojvodine i preko granice. Oko 7 porodica je kupila stan, odnosno u fazi kupovine. Imali smo 12 novorođenčadi, nažalost 26 građana nas je otišlo od nas. Ono što je isto i značajno, da dosta njih, mislim na poljoprivredne proizvođače, dobili su sredstva iz međugranične saradnje, odnosno iz Prosperitija. Dakle, oko 107 konkursa je bilo, od toga dobijeno, ako dobro znam, oko 74 miliona dinara za kupovinu raznih mašina i alata.
Znači, to je u svakom slučaju jedan podsticaj za ljude da razvijaju svoja poljoprivredna gazdinstva, pošto je poljoprivreda ovdje vodeća grana. Da, to je dobra prilika sad, ako dobro vidim stvari, bit će i konkursa i kod nas. Dakle, oni koji žele tu da ostanu i da proširuju svoju delatnost, verovatno će imati priliku za to. U mesnoj zajednici Martonoš okosnicu godišnjih planova čini program uvedenog mesnog samodoprinosa za period od početka 2017. do kraja 2026. godine, pri čemu je opterećenje građana za izdvajanje samodoprinosa nešto manje nego ranije. Priliv sredstava od samodoprinosa je smanjen i zbog odlaska većeg broja meštana u inostranstvo. Ono što smo imali, jer u Martonošu 2016. godine opet je izglasano mesni samodoprinos, pohvaljujem po narodu da su opet izglasali. Ono što smo skinuli da bude malo teži, ne bude tako jako teži ljudima koji plaćaju samodoprinos, smanjilo smo na 2,5% od 3%, pa zemljoradnicima od 40 po hektaru kilograma pšenice smanjili smo na 35 kilograma. I to se vidi, i najviše se vidi po dobijeni para, što su mnogi su izašli u inostranstvo. Od tih ljudi nema ništa tu da dobije mesna zajednica od samodoprinosa i od nikakve pare nećemo od njih dobiti. To znači da samodoprinos do 3 milijuna, toliko smo dobili. Od 3 milijuna napravili su nešto, ono što smo mi kupili smo 130 kubika pokidane asfalte, strugane asfalta od Vojputa. To sad počinjemo ove godine da se narod ko ispred kuće što ima neke rupe da se to začepi. Krajem prošle godine sredstvima samodoprinosa u Malom Pesku je zgrada bivše škole obnovljena i uređena u seoski dom, a prema planu za 2018. godinu sredstva od samodoprinosa poslužit će kao učešće sopstvenih sredstava za presvlačenje novim asfaltnom puta u glavnoj ulici Maršala Tita prema Horgošu. Vrednost ovih radova je 85 miliona dinara, a računa se na sredstva od opštine, pokrajine i države. Za rekonstrukciju fasade zgrade mesne zajednice predviđeno je 4 miliona dinara, 400 hiljada dinara je planirano za nabavku materijala za popravku trotoara, a isti iznos je predviđen i za dodatnu količinu struganog asfalta kao i za odvođenje voda. Očekuje se donacija iz bratskog naselja Alđe iz Mađarske za nabavku savremene audio-video opreme osnovnoj školi i zidanje ograde u dvorištu škole prema ulici Maršala Tita. Evo kakav je život u Martonošu danas? Danas, kao u Martonošu, vidimo, prošla je nova godina, sad momentalno mirno, u proljeće, ja mislim, onda će narod i deca će igrati po ulicama, sad momentalno mirno u Martonošu. Nažalost, ulice su nam još blatnjave, nemamo pare da se to napravi, da bude prohodne i tako dalje. Mučimo se sa parama. Ljudi, da li odlaze još uvek? Ljudi još uvek odlaze iz Martonoša, jer slab ih je ovde prihod, plate su slabe, dobijaju nešto drugo inostranstvo i odlaze ovde ljudi, mladi ljudi, najviše mladi ljudi. Ne vide ovde perspektivu ili šta bi trebalo raditi da bi se zadržali? Ja onako kažem, dok tamo 5 više vredi nego tamo 6 više vredi nego 5 dinara, ako jednom krene nešto ova država da ovde bude ona 5 dinara više vrede nego tamo 6, onda će ljudi ostati tu ovde u selu, jer to im je rodno mjesto, tu je rodbina i tu su navikli oni. Ja mislim da sigurnosne plate, ako imaju od čega da se živi, onda ostaće i ovdje.
Zbog skromnih finansijskih sredstava u Velebitu se najviše pažnje posvećuje održavanju postojeće infrastrukture i investira se prema mogućnostima. Za selo je najvažnije da ono što postoji u selu funkcioniše, jer je to bitno za svakodnevni život meštana. Iako je Velebit malo selo, prošle godine se za njega čulo širom Srbije, zahvaljujući pobedi na finalnom takmičenju u spravljanju ajvara i zađimi na teglu u Soko Banji. Ukoliko se dobiju sredstva, u ovoj godini se očekuje asfaltiranje puta u ulici Stevana Novkovića i adaptacija seoskog doma. U Velebitu prošle godine smo uglavnom posvetili održavanju postojeće infrastrukture, naime zbog malog priliva sredstava smo samo radili na uređenju kapele, znači i nasipanje tucanikom dela jedne ulice. Za ovu godinu predviđamo, ako dobijemo sredstva, da asfaltiramo 200 metara ulice Novković Stevana i da adaptiramo seoski dom. Za Velebit je najvažnije da ono što postoji u selu funkcioniše, a to su ove osnovne institucije koje održavaju selo, je li tako? Da, apsolutno. Znači, uvek posvećujemo pažnju tome da sve funkcioniše. Znači, tu je osnovna škola, tu je zabavište, tu je pošta, tu je prodavnica, tu je mesna zajednica, mesna kancelarija, tu je zemljoradnička zadruga, i kad sve to radi, onda je i ovde sve onako kako treba, da tako kažem. Po poslednjem popisu stanovništva u Velebitu je bilo 277 stanovnika, sada ih je nešto manje, a kao i u drugim seoskim sredinama prisutna su nepovoljna demografska kretanja. Koliko Velebit uspeva da im se odupre? Pa evo, gledajući prošlu godinu, mi možemo, da tako kažem, biti zadovoljni, jer kad sagledamo sve šta se danas dešava u Velebitu, evo, je neko, da kažem, plus ili pozitivno priraštaj kad uzmemo broj rođenih i onih koji su došli da žive u Velebitu u odnosu na umrle. Tako da negde uspevamo da još uvek očuvamo ono kako stanovništvo koje je i živilo tu, da smanjuje se. Evo, lep nagovešta je i prvih dana u ovoj godini, jedno venčanje. Da, to je, ako kažu pojutru se dan poznaje, onda to je jedna baš lepo ovako događaj za selo. Imali smo jedno venčanje, prošle godine nije bilo ni jedno, ove godine jedno, pa eto, ima kandidata, moglo bi da bude i još. Koliko je Velebit interesantan i zahvalan da se u njemu mladi zadrže? Pa ja mislim da jeste. Sad to zavisi i od svega drugog, ali Velebit, sam ko Velebit, pruža neke mogućnosti kroz turizam, kroz zapošljavanje. Recimo, koliko je meni poznato, u Velebitu svi su zaposleni, ko hoće da radi. Znači, tu je kapetanski rit, tu je zemljoradnička zadruga, tu je Naftagas, tu je tako da ovoliko selo koliko ima žitelja, ima dosta i zaposlenih i daje nadu za budućnost. A i poljoprivreda je naravno tu glavna uzdanica? Naravno, apsolutno, kao i uvek. Velebit je uvek bilo poljoprivredno mesto koje se bavi stočarstvom, ratarstvom. Sad je dosta prošireno i voćarstvo, tako da i sa te strane je mnogo se daje i obećava. U toku prošle godine za malo selo Velebit čulo se širom Srbije na takmičenju Izađi mi na teglu, u spravljanju ajvara, na finalnom okršaju u Soko Banji, pobeda. Da, to nas je posebno obradovalo kad smo čuli. Ovde, znači, na dana 14. oktobra, baš kad je bila seoska slava, mi smo ovde slavili slavu i dobili smo informaciju uveče da je Velebit pobedio u Soko Banji na finalnom takmičenju, znači prvo mesto u Srbiji, što je nas naveliko obradovalo. Tako da to je jedno veliko priznanje. I za ovu godinu Velebit će se pripremiti da bude domaćin ovog regionalnog opštinskog takmičenja, obeležava i
tradicionalno datume koji su vezani za selo. Da, tako da posle ovog priznanja to nam još obavezuje nas da bolje pripremamo i te manifestacije, tako da ćemo sigurno se dobro pripremiti da i ove godine pokažemo sve što znamo. A pored ajvara, znači ono što uvek, evo i sad smo 6. januara na Badnji dan, tradicionalno paljenje badnjaka, gde mesna zajednica je negde glavni pokrovitelj i skupimo ljude. Sad imamo i dan sela koje organizujemo seosku slavu, znači ovu manifestaciju takmičenja ajvaru, Vidovdan sigurno što u zavičajnoj kući Ćemer u zadnjih godina organizujemo, a mislim da ove evo možemo ekskluzivno da kažem da ćemo organizovati Velebitsko-ličko veče tokom februara. Najverovatnije će to biti 10. februar, gde ćemo isto napraviti jednu dobar kulturni program i zabavu. Crveni krst Kanjiže 2018. godine je planirao ukupno 32 akcije dobrovoljnog davanja krvi zajedno sa službom za transfuziju krvi iz Subotice. Stvarno želimo i trudimo se da poštujemo naše davaoce krvi tako što redovno organizujemo takve stvari što doprinese da što više ljudi dolaze na davanje krvi. Evo na ovoj akciji u Martonošu, koji je ove godine prva akcija u opštini Kanjiže, merimo krv, šećer u krvi, davaocima krvi. Posle već planiramo kako ćemo ženske davaoce da čestitamo Dan žena 8. marta. Sigurno želimo da ih pozovemo u toku leta na jednodnevni izlet u Adu. Zatim, evo, u decembru smo već podelili, ali planiramo da i ove godine deci davaocima krvi do 7 godina dajemo paket Deda Mrazu. Projekat izgradnja regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom za grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš i Novi Kneževac, u okviru kojeg je izgrađen celovit sistem za regionalno upravljanje otpadom, privodi se kraju. U toku ove godine očekuje se početak rada regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bikovu, koji je finansirala Evropska unija, a samim tim i zapošljavanje novih radnika. Izvesno je da će Subotica uskoro imati regionalnu deponiju, za čiji rad je neophodno zaposliti još 60 radnika. Regionalna deponija je na svom sajtu objavljala spisak radnih mesta raznih profila za kojim ima potrebe. Zainteresovana lica na osnovu kratkog opisa posla i neophodnih kvalifikacija mogu da pošalju svoju biografiju kako bi se preduzeće pripremilo za angažovanje radne snage kada se ukaže potreba za zapošljavanjem. Pozivaju se svi zainteresovani koji traže posao da ukoliko ispunjavaju uslove za navedena radna mesta koja će u toku ove godine ponuditi regionalna deponija DOO Subotica, dostave svoje biografije na e-mail adresu posao@deponija.rs sa naznakom za koje radno mesto su zainteresovani. Za više informacija o kratkom opisu poslova i neophodnim kvalifikacijama potrebnih radnika mogu se informisati na internet sajtu regionalne deponije Subotica. U vreme zimskog raspusta za decu je organizovano više prigodnih programa i radionica. U biblioteci Jožef Atila je tokom prošle nedelje organizovana tradicionalna zimska igraonica na temu avanture Pinokija, dok je početkom ove nedelje u galeriji Tihamer Dobo u obrazovno-kulturnoj ustanovi KNES-a dvodnevno druženje u ponedeljak i utorak 8. i 9. januara bilo u znaku bojenja kamičaka. Bilo je potrebno da deca u galeriju dođu sa kamenčićima i četkicama za bojenje pa da ispolje svoju kreativnost i talenat. Za dva dana druženja nastali su lepi i zanimljivi radovi, od kojih je na kraju formirana zapažena izložbena postavka.
U Kanjiži je 7. januara održan drugi turnir u okviru Seoske šahovske lige u kome učestvuje 6 ekipa iz Kanjiže, Gornjeg Brega i Tornjoša. Prvo mesto zauzela je ekipa Kanjiže sa 16,5 poena ispred prve ekipe Orom Part sa 14,5 i Tornjoša sa 13 poena. Posle drugog turnira na prvom mestu je Orom Part 1 sa 31 poenom, na drugom mestu je Kanjiža sa 29,5 poena i trećem Tornjoš sa 25 poena. Naredni turnir Seoske lige igra se 21. januara u Senti. Na novogodišnjem turniru koji je organizovao šahovski klub Potiće učestvovalo je 13 šahista. Prvo mesto osvojio je Tibor Farkaš iz Kanjiže sa 12 poena, drugi je Andraš Marac iz Novog Kneževca sa 9, a treći Kazmer Tot iz Kanjiže sa 7 poena.